Hello, hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon. Folytatódik a DaVinci Resolve oktató videó sorozat. Jelen esetben a stúdió verzióra vonatkozóan, így azoknak, akiknek nincs stúdió verziója, megnézésre mindenképp ajánlom a videót, illetve érdemes elgondolkozni azon, hogy valamilyen formában egy stúdió verziót beszerezni. Ez a 18.1-es frissítési csomagban érkezett Voice Isolation lesz, amit most megnézünk, ami hát valami félelmetesen egyszerű módon működik. A lényege pedig az, hogy a Blackmagic Design Neuro Engine elnevezésű mesterséges intelligenciáján alapulva az emberi beszédhangot szűri ki a háttérzajból, vagy fordítva, hogy éppen nézni akarjuk, és zajos helyszínen készült felvételek esetén lényegében egy gombnyomással és nagyon minimális állítással tökéletes eredményt lehet elérni, tehát a beszédünket a felvételen, illetve a háttérzaj, tehát ez lehet bármi repülőtér, étterem, utca, nagyon nagy hatékonysággal tisztítja meg a felvételünket, és most itt nézünk rá egy példát, amit mutatok is. Ezt a felvételt egyébként én kreáltam, olyan, mintha egy kávézóba lenne a felvétel. Na nézzük! Ezzel a mintával teszteljük a DaVinci Resolve 18.1-es frissítésében megjelent Voice Isolation-t. Tehát így hallatszik a felvétel az effekt nélkül. Most pedig rátesszük az effektet, amit a Cut Page-ről, Edit Page-ről és a Fairlight Page-ről is elérünk. Az egyszerűség kedvéért az Edit Page-en mutatom meg. Itt az inspektor részben van egy Voice Isolation elnevezési felirat, amire rákattintunk, és lényegében ennyi volt a történet. Ezzel az amount-tal meg tudjuk adni az értékét. Arra érdemes figyelni, hogy amikor 100%-ot adunk meg, akkor azért előfordul, hogy a hangunkat eltorzítja, tehát ezzel nagyon könnyen lehet játszani, hogyha erre a kis részre kattintunk, akkor megjelenik egy ilyen kis ablak, és itt is tudjuk az értéket kívánatosra állítani. Most pedig meghallgatjuk, hogy hogy néz ki a felvétel a Voice Isolation effekttel. Ezzel a mintával teszteljük a DaVinci Resolve 18.1-es frissítésében megjelent Voice Isolation-t. Na, úgyhogy azt gondolom, hogy egész jól működik. És ahogy említettem, itt a amount-tal lehet állítani, hogy nekünk ez hogyan nézzen ki. Meg lehet csinálni azt is, hogyha feljebb veszik, akkor még jobban szűri a hangot. Ezzel a mintával teszteljük a DaVinci Resolve 18.1-es frissítésében megjelent Voice Isolation-t. Most pedig megnézzünk egy másik felvételt, ahol itt egész egyszerűen zenét raktam a saját hangom alá. Ezzel a mintával teszteljük a DaVinci Resolve 18.1-es frissítésében megjelent Voice Isolation-t. Most pedig ugyanez effekttel. Ezzel a mintával teszteljük a DaVinci Resolve 18.1-es frissítésében megjelent Voice Isolation-t. Szóval azt gondolom, hogy ez így elég érdekes egy dolog, nagyjából ezzel az egy kattintással igen-igen sok bosszúságot, munkát lehet megspórolni. Ahogy említettem, Cut Page-en és Fairlight Page-en is elérhető ez a dolog, tehát hogyha átmegyünk ide a Cut Page-re, akkor ugyanígy erre az audio fűrre kattintva ugyanígy megtaláljuk a Voice Isolation-t, ugyanazt a kis ablakot elő tudjuk hívni, illetve a Fairlight Page-en ugyanígy. Ennél a mixer résznél, a Track FX, Track effekteknél tudjuk kibe kapcsolni az effektet. Na, igazából ennyi, ezt nem is tudom nagyon tovább húzni, de hogy nem tudom húzni, valami lemaradt, mégpedig annyi, hogy nem csak egyéni klippeket lehet ellátni ezzel az effekttel, tehát hogy ide rákattintunk egy klipre, vagy egy másikra, vagy a harmadikra, hanem egy adott csatornát is el lehet látni. Az effektel mégpedig most itt az Audio 2-esnél, hogyha ide rákattintok bal egérgombbal, akkor itt fönt nekünk megjelenik a Voice Isolation és a Dialogue Leveler, ami egy következő történet lesz, tehát ez a lényeg, hogy a klippeket nem csak egyesével, hanem egy komplett csatornát egy az egyben el lehet látni az effektel.
Úgyhogy oké, köszönöm szépen, találkozunk a következő részben, sziasztok!